általában otthon vagy az autóban nem hallgatok zenét. Azt szoktam mondani, hogy én a zenét azt csinálom, tehát hallgatni már nem akarom. De pont egy ilyen műsor segít nekem is abban, hogy megismerjem a fiatalabb zenekarokat, hogy hol tartanak, mit csinálnak, véleményt formáljak róluk, adjanak invenciót arra, hogy milyen dalt írjak. Tehát nekem ez egy nagyon nagy tanulságos út, egy iskola most ez a Petőfi Rock. A szerkezet az úgy néz ki, hogy beköszönünk, jön két dal, akkor a két dal között beszélgetünk, megint jön két dal, és én nagyon örülök, amikor összemérhető a régi és az új daloknak a minősége, vagy bármi más. Kényes porcelán, és itt áll a zongorán egy fényes, rég lápa. Én régen nagyon nagy Omega rajongó voltam, lejártam az E-klubba, még a régi E-klubba jártam le, és hát én nagyon szerettem őket. A mai napig szeretem. Kóbor Jani szerintem az első számú főnököm. Azt kértem, hogy ha lehetne, akkor mai és régi, és mindenféle rockzenét mutassunk be, nyilván Magyarországról. A külföldi rock ennyire nem érdekel engem. Akinek igazán segítenie kell a Petőfinek, az a magyar zenekarok. Próbálom elkerülni azt, hogy ne mondjak olyanokat benne, ami túlzottan elfogultá tehet engem. Tehát mit tudom én, ha meghalok egy Magna Cum Laude-t, akkor... ne ugorjak föl a székre, és ne kezdjek el táncolni. Milyen világban éltem én? Ez egy fantasztikus jó zenekar, a Magna Cum Laude, ami két fontos dolog van, amit én nagyon szeretek bennük. Az egyik a Misi hangja. Hát az egy fantasztikus az az ember, ahogy énekel. A másik pedig, ami neked nagyon tetszik benne, a Misa szövegei. Ezt komolyan mondom neked, ez jobb, mint én. Pedig ezt aztán én ritkán mondom. Jön a refrén! De neki tudod, hogy én igazán! Tipikusan az a dal, ami a felépítésében teljesen a rock and roll vonalat követi. Tehát nincsen benne ilyen ravaszkodás, nincs benne alternatív, hanem van egy nagyon jó szövege van, pontosan ki van számítva Patika mérlegen, hogy működik egy rock dal igazán jól. És én nagyon szeretném ezt a dalt, már két vagy három éve írták, hogyha ez egyszer köztudott lenne, vagy mondjuk sokat játszok. Én a Petőfiben mindenképpen. A rádiózás, ahol csak az embereknek, a hallgatóknak a pszichéjére kell hatni, hogy hallgasson téged, hogy ne kapcsoljon ki, hogy téged hallgasson, azért egy másik műfaj, az nagyon profi emberek kellenek. Én még nem ütöm meg azt a szintet, de most fejlődök nagyon szépen.